A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorunkban beszélgetünk a tetoválások múltjáról és jelenéről, és az ezzel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról. Ezt követően elkalauzoljuk Önöket a mágia és a szavak világába. Főpantnő beszél nekem mindezek hatásairól. Mi jellemezte régen a tetoválásokat? Miért varrattak magukra az emberek akkoriban különféle rajzokat? Mindezekre kaphatnak most választ nézőink a következő percekben. Vannak, akik teljesen oda vannak érte, míg másokat elborzaszt. Az emberek körében még ma is megosztó a tetoválás kérdése. Sokan varratnak magukra nekik tetsző mintát, de van, aki egy-egy emléket, fontos esemény szimbólumát tetováltatja a bőrére. Ami biztos, a tetoválás története a régi időkre nyúlik vissza. Korábban teljesen más okokból és anyagokból készültek. Stábunk ellátogatott egy székesfehérvári szalomba, amely már 30 éve működik a városban. A stúdió vezetője elárulta, mi minden változott ez idő alatt, és hogyan sikerült fennmaradniuk. Ténylegesen, hogyha visszagondolunk így a kezdetekre, tulajdonképpen ugye 30 évről beszélünk, 30 éves idén a Vision Statue, akkor kezdtük el igazából ugye Arany Zolival Golddal kettesbe a stúdiózást. Hát teljesen más körülmények, más eszközök, más közeg volt, amiben próbáltunk így érvényesülni Székesfehérváron. Ugye a vidéki stúdiók közül szinte elsőként ebben az időszakban Budapesten kettő tetováló stúdió működött, és vidéken így tulajdonképpen bontogatta szárnyait egy-két helyen egy-két üzlet. Mi így az elsők között nyitottunk Fehérváron. És hát ugye nagyon fontos szempont volt nálunk a fejlődés, és ahogy nálunk ez az egész dolog kezdett egyre inkább kezdték ezt az egész dolgot tulajdonképpen elfogadni Magyarországon, ugye vidéken is. Ezzel együtt mi is egy picit fejlődtünk, változtunk. A külvárosi stúdióból belvárosi stúdióvá értünk. Egyre jobb és szebb tetoválásokat készítettünk, ugye főleg figyelembe véve ugye ezeket a trendeket, amikről beszéltünk, hogy azért ezek változtak az idővel. Sok-sok évről beszélünk, tehát igazából tulajdonképpen a 30 év az elég jó keresztmetszetet ad ennek az egész dolognak. A kezdetektől, amik mondjuk így főként egy ilyen viszonylag egyszerű témakör körül zajlott, indiánok, vikingek, egy-egy rózsa ugye tulajdonképpen, amik felkerültek a bőrre, illetve egy speciális festékkel bőr alá, azok azért változtak és szerte ágazott ez az egész dolog. Nagyon sokszínűvé vált maga a tetoválás, amiben nagyon fontos szerepe volt az internetnek is, hogy tulajdonképpen házhoz mennek a minták, otthonról, a saját számítógépről tudnak az emberek válogatni, akár a Pinteresten, a Facebookon, az Instán, rengeteg lehetőség van arra, hogy az emberek megtalálják a saját maguk által fontos vagy kedvelt mintákat. De ugyanúgy vannak itt is divatok, vagy divatirányzatok most is, csak szerintem egy sokkal szerte ágazóbb. Szóval régebben azért jóval egyszerűbb úton haladt ez az egész dolog, és egyszerűbb eszközökkel, vagy akár festékekkel. De az nagyon fontos, hogy régen is már azért speciális tetováló festéket használtunk, erre a célra gyártott tűket, festékeket, egyéb eszközöket, fertőtlenítőszereket használtunk, és ez egyenesen fejlődött ugyanúgy ezzel az egésszel, és tényleg egy művészeti ággá nőtte ki magát Magyarországon is, ugyanúgy, ahogy jóval korábban már Nyugat-Európában is ez megtörtént. Sok-sok stúdió van már nem csak Székesfehérváron, hanem az országban, minden nagyobb városban, és ezzel együtt rengeteg tetováló is van, rengeteg fiatal nőtt fel, tulajdonképpen egy korosztály alakult ki. Az első vendégeink gyerekei is már ide járnak, tehát lehet mondani azt, hogy egy kicsit így ezt így átörökölte
ez a 30 év ez átfog egy ilyen egész komoly korszakot itt Székesfehérváron, és ez tényleg nagyon érdekes, hogy egy csomó szülő már ugye úgy hív fel minket, hogy mondjuk a gyerekét piercingre vagy tetoválásra hozza hozzánk. És hát rengeteg ilyen fiatal van, akik viszont meg éreznek magukban annyi művészi hajlamot, meg picit azért próbálnak elrugaszkodni a hétköznapoktól, és ez mindig egy ilyen izgalmas kis szeglete maradt szerintem a dolognak a mai napig is. Tehát bármennyire is beleivódott a hétköznapokba, bármennyire is most már nem néznek meg egy tetovált embert, mindegy, hogy hány éves, azért még mindig egy kicsit egy ilyen különleges világ ez talán, főleg azoknak, akik még életükben nem voltak tetováló stúdióban, azért is jó néha, hogy így van lehetőség bemutatkozni egy picit, és megmutatni magunkat, akár még 30 év után is, és beszélni erről egy picit olyan embereknek, akiknek mondjuk ez még mindig távoli. Bár azt el kell mondanom, hogy régebben volt egy ilyen 25-30-as korosztály, akik szigorúan megtaláltak minket, most azért ez az olló ez nagyon megnyílt. 18 éves gyerekek ugyanúgy érdeklődve jönnek be hozzánk, 20 év körüli korosztály már tetováltat, és ugye egészen az idősebb korosztály is. Tehát most már a velünk együtt ugye megöregedett ez a fajta réteg, ha úgy mondom, hogy megöregedett, most ilyen 50 év körüliek vannak, de ugyanúgy azért ilyen 60, sőt idősebb korosztály is megtalál minket. Tehát jönnek akár kozmetikai tetoválásra, vagy akár egyszerűen tényleg úgy döntenek, hogy valamilyen ábrával meglepik magukat mondjuk valaminek az emlékére, vagy akár csak tényleg egy testdíszítésként közelítenek meg ehhez közelítenek a tetováláshoz. Van azonban néhány alapszabály, amit mindenkinek tudnia kell, ha tetováltatni szeretne, de természetesen a szakemberek is mindent megtesznek annak érdekében, hogy az alkotások minél hosszabb ideig megőrizzék szépségüket, minőségüket. Azt nagyon szigorúan mi el szoktuk mondani, és mindenféleképpen szeretjük betartatni az emberekkel, hogy maga a tetoválás, amikor elkészült, az még nem jelenti azt, hogy ez egy kész minta a bőr alatt, ugye. A bőr alá bekerül egy festékanyag. Ennek van egy gyógyulási ideje, az körülbelül egy ilyen 10 nap, 2 hét. Itt fontos az, hogy kezeljük a mintát, vigyázzunk rá, figyeljünk rá, és ez a későbbiekre is vonatkozik. Nagyon fontos az, hogy óvnunk kell az UV-sugárzástól a későbbiekbe. Jó, hogyha használunk valamilyen bőrvédőt, napvédőt például, és ez nagyon fontos ugyanezt a folyamatot a gyógyulási idő alatt is ebbe a 10 napba körülbelül az, hogy folyamatosan ápoljuk a tetoválásunkat, kicsit figyeljünk oda rá. Bizonyos dolgoktól mindenképpen meg kell védenünk ahhoz, hogy szép maradjon a mintánk, a vonalak élesek maradjanak, vagy akár a színek is frissek legyenek. De ahogy az előbb is említettem, nagyon fontos az, hogy itt ezzel az egész dologgal egyenes arányban is maga a háttéripar is nagyon nagyot fejlődött, óriási nagy fejlődésen ment keresztül a 30 év alatt, tehát csak a 30 év alatt, amit én látok ebbe testközelbe. Javultak a festék minőség, folyamatosan ezeket tesztelik, vizsgálják, nyilván nagyon odafigyelnek ezekre az allergén dolgokra, mindent teljesen kipróbálnak ebből zárni, hogy semmiféle olyan dolog ne történjen, ami káros lehet az emberi testre, az emberi szervezetre, és ezzel együtt ezek folyamatosan változnak, szinte évente megújul a festékpaletta, egyre jobb minőségű tetoválótűket, ugye szinte minden dolog, amit használunk, vagy hasznosítunk ebben az egészben, az egyszer használatos, tehát ez nagyon fontos, hogy nagyon maximális a sterilitás, mert tényleg, ha akarnánk, se tudnánk kétszer felhasználni ugyanazt. És a festék is, mondom, egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon szigorú szabályozásokon megy keresztül. Ugye itt az EU az nagyon erős ilyen téren, ugye ezeket a vegyi anyagokat, kémiai anyagokat folyamatosan vizsgálja, felülvizsgálja, teszteli, és ezzel ez a tetováló ipar is mindig megújul. És hát nyilván olyan irányt akar ennek adni, hogy minél népszerűbbé válhasson még ennél is, és hogy semmiféle olyan dolog ne történjen ebbe az egész dologba, ami miatt egy pici probléma is felmerülhet. Körmöci Péter társa Arany Gold Zoltán, ismertebb nevén Gold is, rengeteg tapasztalatot, tudást szerzett az évek során a tetoválásokat illetően. Nagyon érdekes volt, rengeteg jó pillanattal, nagyon nehéz volt az eleje, mert az első között volt a stúdiónk, nem tudtunk tulajdonképpen tapasztalatokat gyűjteni senkitől, nagyon sok mindent magunk jártunk, nagyon sok utat magunk kezdtünk el járni.
az eszközök nem voltak olyan fejlettek, mint most. A tűket forrasztani kellett, nem pedig készen megvásárolni, sterilizálnunk kellett. Nekem még sterilizáló tanfolyamat kellett elvégezni a kölyába, amit most ENTS-nek hívnak. Doktornökkel meg ápolókkal együtt végeztünk el egy tanfolyamot, hogy az eszközeinket sterilizálni tudjuk. Most már ugye nincsenek ilyenek, minden eldobható és egyszer használatos, de régen ez is volt. Most már egyszerűbbek a gépek működése, sokkal jobban kezelhetőbbek. Azért voltak nehézségek az elején. Egy nem nagyon járt ösvényen indultunk el azért. A tetováló művész beavatott minket abba is, hogy a minták hogyan változtak az évek során, milyen motívumokat kérnek elsősorban a vendégek. Sok változás történt a kapcsán, hogy milyen minták voltak népszerűek. Abban az időben, amikor nyitottunk, indiánok, kis skorpiók, kis ördögök, kis rózsák, ugródelfinek, ehhez hasonlók voltak, amelyek mostanra szinte teljesen eltűntek, tehát most már senki nem kér ilyesmit, teljesen más dolgokra vágynak. De több ilyen hullám volt egyébként, de ez, amiket elmondtam, ez tényleg nagyon jellegzetes volt akkor, és egyáltalán nem jellegzetes most. Az elkészült mintákat, ahogy beszélgetésünk elején hallhattuk, nem csak a napfénytől kell óvni. Ma már különféle ápolókrémek is szükségesek ahhoz, hogy minél hamarabb gyógyuljanak az apró hegek, és a tetoválás elnyerje végleges formáját. Milyen ereje van a kimondott szavaknak, mi mindent érhetünk el a kimondott mondatainkkal? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről beszélgetünk most Iszert Boszorkány főpapnővel. Köszöntelek a stúdióban, de mielőtt mindebbe belevágnánk. Köszöntelek én is, és a kedves tévénézőket is. Beszéljünk arról, hogy mivel is foglalkozol te pontosan, és hogyan segítesz az embereknek. Hát, mivel, hogy én mágus is vagyok, és Boszorkány főpapnő is, tehát igazából a szellemvilág segítségével én azt szoktam mondani, hogy egy csatorna vagyok. Az energiát sem látjuk, mint az áramot se, csak érezzük. Tehát átokrontás levétel, tehát minden ilyen, ami spirituális szintű, asztrológiához nem értek, tehát én azt hozzáteszem csak annyit, amennyit kell, mert volt, aki már fordult, hogy ezzel is hozzám nem értek hozzá, azt mindig azt mondom, hogy régen ugye Egyiptomban is nem véletlenül voltak a gyógyító papok, ugye a mágusok, voltak az asztrológusok, tehát azért, mert igenis külön kell egy picit válaszolni, tehát mindenhez nem érthetünk. Itt az a probléma, amikor mindenki mindent összekever már. Tehát én a mágia világával, a gyógyítással, a szellemvilággal, ingatlanok. Tehát amikor valaki elakad egy életútjába, és nem tudja, hogy mi a probléma, lehet, hogy hozott egy karmikus helyzetet, mondjuk egy gyermekáldás esetében, vagy akár párkapcsolatilag, ezeknek a feltárásában és megoldásában, inkább így mondanám. És persze a jóslás médiumítás, a szellemekkel való kommunikáció, de én azt nem annyira, én azt mondom, hogy csak akkor szabad egy lelket megidézni, én véleményem másoknak nem biztos, tehát vannak, akik minden problémát, én nem szeretem csak akkor, hogyha tényleg indokolt eset van. Mert egyébként veszélyes megidézni egy szellemet? Én nem is azt mondom, hogy persze vannak veszélyei, tehát amikor hallottam utóbbi időben olyat is, hogy elkezdik otthon, barátnők összeülnek és vesznek egy szellemtáblát, gviatáblát, és akkor brahiból megidézik azt. Hát igen, mert lehet, hogy nem az a szellem jön, és lehet, hogy egy olyan negatív rezgés vagy akár egy démoni erőt tesznek magukra, ami az meghatározza az egész életüket, akár öngyilkosságig mehet, akár az őrület határába belemehet. Tehát igen, vannak veszélyei. Tehát ezt nagyon komolyan kell venni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy hiszen az agysebészet is mondjuk lehet, hogy fönn van az interneten, meg minden csodálatos dolog, de nem kezdje senki megműteni önmagát, vagy a fogát helyre rakni, vagy akármi. Tehát oké, hogy tudja, hogy miről van szó, de ne kezdjen el belenyúlni, mert nagyon komoly problémák lehetnek, sőt, akár gyerekekre visszaüthet, a születendő gyerekre. Tehát úgy nem veszélyes, de mégis veszélyes. Tehát igen, tehát ha kellő előkészület van, akkor nem veszélyesek ezek a dolgok. Csak akkor hívjuk meg a szellemet, hogyha tényleg indokolt eset van. Hát azért pedig tényleg hallani a mai világban, hogy egyre többen megidézik a szellemeket. Beszéljünk a szavakról, hogy milyen ereje van a kimondott szavaknak. Na hát ez nagyon is. Ugye
gondoljuk el, hogy a gondolat teremtő ereje, az már önmagában is egy teremtő erő, plusz, ugye kigondoltuk azt a szót, akkor kettő már együtt már sokkal hatékonyabb. Ez nagyon szép és jó, ha pozitívra használjuk, és inkább az kellene az emberekben, mert sajnos az látszik utóbbi években, hogy sokkal több a negatív, az irigység, a rossz indulat, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt. És most itt nem szeretnék semmiféle olyanba belemenni, egyszerűen az emberekben ez valahogy kiváltotta a világ ezt az embereknél. És ugye, amikor elkezdik átkozni egymást, vagy egyik valaki, mondjuk valakit elkezd átkozni, vagy irigykedik rá, és ugye már kimondja, hogy a csodában nem akarok csúnya szót használni, annak jut arra, hogy van pénze, a másiknak jut. Valamilyen szinten nyilván, hogy azt is megakadályozza energetikailag, vagy blokkol nála, akire gondolják ezt. De, ami a legérdekesebb, és sokan nem gondolnak erre, hogy az, aki ezt mondja, az ő életében háromszorosan fog megteremtődni. Nem feltétlenül, mondjuk valaki irigykedik mondjuk egy gyerekre, vagy egy autóra, mondjuk, és ott nem érek az autó. Nem biztos, hogy tehát ugyanabban fog nála rombolni annak a szónak az ereje, de még áttérünk egy másik részére is, de hanem egy teljesen más területen, ami neki fontos. Az lehet akár egészség, akár bármi. Egyik napról másikra elvesztheti ok nélkül, vagy fontos neki mondjuk egy vállalkozása, és egyszerűen csak egyik fél év alatt becsődölhet. Hiába, és akkor mondja, hogy nem, meg minden. De, mert az visszaüt. Tehát mindig ott fog hatni, ahol ő neki az számít, aki ugye gondolta rá. Na most van a másik változat, amikor nem szándékosan, hanem ugye sokszor mondják az emberek, hogy jaj, szegény, mit tudom én, költöznie, pakolnia kell, vagy szegény gyerek, most lázas. Ezek mind olyan szépek, mert kedvességben mondják, nyilván ennek nem olyan ereje lesz, mint mondjuk annak, amit mondjuk nem kedvességből és szívből mondanak, hanem egy negatív töltettel, de ez mondjuk egy pozitív. De akkor is az évek alatt elkezdik egymással rakódni. Tehát nagyon sokszor akkor már azon az emberen ott van a szegénység. Tehát szoktam mondani, hogy a magyar nyelv olyan szép és csodálatos nyelv, amiben annyi mindennel be tudjuk helyettesíteni, hogy ezáltal ne tegyük arra a gyerekre rá. Most a gyerek az nyilvánvaló nem mondjuk a szegénység fogja mála, de lehet, hogy egy tanulási nehézséggel fog küzdeni. És akkor ilyen esetben is visszaüt ránk, hogyha kíván... Hát most nyilván olyan ilyen esetben ennyire nem üt vissza, ez természetes, mert ugye szeretetből jött, tehát fogalma nem volt. Itt csak inkább fölhívnám az embereknek a figyelmét, hogy egy picit változtassuk meg, de ugye azt mondják, hogy régen nem volt ilyen gond. Igen, mert régen nem volt fölfokozva ennyire, régen mindenki megmaradt a cipészetnél, már így mondom, hogy most mindenki foglalkozik mindennel, mindenki nagyon okos a mágia világában, internetről levesznek mágiát, meg mindent, és úgy képzeld el, és a kedves tévénézők, mert ugye tegeződünk, megbeszéltük, hogy úgy képzeld el, hogy tehát mintha egy ilyen iszapos, kicsit kaotikus lenne az energiamező, ezáltal sokkal hamarabb minden megteremtődik, és ráadásul most ugye én úgy fogalmaznék, hogy ez az év, meg amit mondtam, asztrológiában, nem, én kártyában néztem, kicsit én úgy fogalmazok, hogy a karma éve is jön. Tehát a jót tett helyében jót várj, a rossz rosszat várja mindenki. Mindenki követette, tehát nem arról van szó, csak ugye itt fokozatok vannak. Na most a gyermeknél, hogyha ugye ilyeneket mondanak, hát nyilván szeretetből mondják, de sajnos elkezd megteremtődni, mivel hogy az energiák most annyira felfokozottak, és annyira én nagyon-nagyon... Most furcsa lesz, amit mondok többségében, és tisztelet a kivételnek, és senkit nem szeretnék megbántani tévénézők közül. Érdekvilág, tehát nem is az érdek, hanem az emberek is egymást úgy kezelik, mint tárgyak, tehát lecserélhetőek, tehát nem számít, addig, míg működik az a tárgy, akkor cseréljük le, nem javítjuk meg. És ezáltal sok a negativitás, sok a negatív energia, ugye fájdalom, ugye nem beszélve még arról, hogy ugye volt a Covid, ugye mennyi minden, és ez úgy globálisan úgy kell képzelni, mint egy nagy tál fekete szutykot, ugye ennek a negativitása. Na most ez az úgy elkezd szétszóródni, most a pozitív energiát behívjuk, az persze, de azért itt mellette ott vannak azok a rezgések. És ezért is fontos, hogy odafigyeljünk a gyereknél, hogy mit mondunk, mert visszacsapódik, vagy amikor valaki, tehát van olyan, hogy mondjuk, nézzünk példát, mondjuk
mit tudom én, van két ember, és akkor egyik a másikára elkezd irigykedni. Vagy még olyan is van, ugye sajnos sokszor hallom a munkám kapcsán, hogy a hivatásom, mert nem is munka, ez egy hivatás, a hivatásom kapcsán sokszor hallom olyat, hogy családon belül, mert annak született gyermeke, a másiknak nem született, akkor azért irigykedik, a harmadiknak azért, mert éppen vette egy jobb autót, akkor az a probléma. Tehát millió egy dolog van, ez régen is volt, visszamehetünk nagyanyáink korában, de nem ilyen súlyúak. És ezáltal az ő életükben is elkezd megteremtődni. És ott fog megteremtődni, ami neki a legfájóbb. Lehet, hogy valaki nem akar mondjuk gyereket, vagy nem akar autót, vagy nem akar vezetni, akkor nem az ott fog megteremtődni, hanem egy teljesen más faktorban, ami számára a legfontosabb, és akkor, amikor legkevésbé várja. Mert általában ez, én úgy szoktam fogalmazni, egyszerűen a Demokrész kardja előbb-utóbb lecsap. Senki nem kerülheti el akkor, amivel... Sokszor mondják, hogy hallottam arra, hogy na, a karmát megszüntet. Hát akkor az életet is szüntetjük meg, hát hiszen a földi létünk, azért vagyunk itt a földön, leszülettünk, hogy teljesítsük azokat a dolgokat azokkal az emberekkel, akivel nekünk már mielőtt szerződést kötöttünk, mielőtt leszülettünk. Tehát ez nem lehet megszűnni, enyhíteni lehet. Tehát itt is most mondanék egy nagyon egyszerű példát, hogy ha már valaki tudja, hogy ő másokat akár megátkozott, vagy rosszat kívánt, akkor kérjen ez alól úgymond feloldozást az éget magában, jó Istentől, univerzumtól, bárkitől, és nem elég egyszer, vagy az őrangyalától, nem elég egyszer, hanem többször. Tehát vagy ha még nagyobbat akar magán javítani azon a karmáján, vagy azon a helyzeten, akkor akár álljon oda a másik ember elé, még ha nem is mondja meg teljesen, hogy te figyelj, megátkoztalak, vagy akármi, hanem azt mondja, hogy figyelj, ezért azért haragudtam rád, vagy akármi, mert enyhít, tehát most ugye vannak, vegyünk százalékot mondjuk a karmájába, ez mondjuk 100%-osan jelentkezne, de ha ő nem kér, úgymond a lélektől bocsánatot, meg nem kére az univerzumot, hogy oldozzák, és valahogy tegye jó, dehesse jóvá annál a személynél, mert lehet, hogy aztán tök más faktorból fogja kapni azt a lehetőséget, hogy jóvá tegye, akkor 100%-osan teremtődik meg az illetője. Viszont, hogyha ő úgymond piros pontot szerez a fekete mellé, akkor lehet, hogy csak 70%-ban, vagy csak 30%-ban, vagy az ő családjában. Ő már lehet, hogy el is felejtette, csak amikor jönnek a családban a problémák, akkor jön rá. Amikor egy szeretett unokánál, vagy egy szeretett gyermeknél, vagy egy szeretett férnél, teljesen mindegy, hogy nézzük, ami neki fontos, akkor igenis el kell tudni gondolkodni. És sajnos még az is megvan, hogy nagyon sokszor ez kevés már, mert ha az évek alatt rakódott, vagy hozott egy karmikusat, ugye a szavaknak is van egy karmikus része, ez tulajdonképpen úgy képzeld el, hogy beépül az életünkbe, mint egy sejtszinten, tehát hiszen víz ugye a szervezetünk része. És folyamatosan adódnak össze az évek során. Ez. Igen, mert az úgy rakódik, attól függ még, hogyha jön mellé más, és előbb-utóbb az illetőt le kell tisztítani, mert lehet, hogy ezért nem sikeres, ezért nem tud mondjuk levizsgázni. Tudok olyat, aki éveken keresztül tök jó tanuló minden, és nem értette, hogy mindig vizsgálna a legrosszabb tétel, pont az egyet esetleg nem úgy tudta, megbukott. És már majdnem az egyetemnél elég komoly ilyen pontszámok levonásai voltak, és abból indult ki ilyenekből, a szüleitől indult ki, már nem tudom, hogy a szülő átkozta meg, hanem a szülő is kapott, de ott a DNS, ott a genetika, ott van ugye viszi sejtszinten, és ezáltal még akkor kapott ő is ugye elég sokat, na most ezáltal összetevődött, és nem tudott előre haladni. Tehát mint amikor meg volt kötve a lába. Tehát ez így működik. Nem semmi, még itt az adás előtt beszélgettünk, hogy látsz engem is, meg mindenkit. Áruld el nekem így az adás végén, hogy te most így bent mit látsz a tévéstúdióban? Stúdióban? Hát ugye, amit neked már elmondtam, igen, azt látom, én azt nem szeretném, ha te meg akarod osztani, ez mindig, mert ez nagyon titoktartás nálunk. Igen. Van egy szellemetek. Tényleg? Igen. Nem figyeltétek meg, hogy azon a részen sokkal, tehát jobban, nem szívesen mennek oda az emberek arra a területre,
nem, tehát nem is szellem van ott, hanem inkább azt mondanám, hogy entitás van ott, mert most jobban ránéztem, abban a sarokban. Tehát ott figyel. Abban a sarkot nem annyira kedvelik a vendégek, vagy akár a műsorban, nem vetted, de iszre? Egyébként ez így van. Na, mert látom. Tehát olyan, mintha egy ilyen szögbe, így feketén, így egy fekete rúgba mennétek bele. És ugye, mert ezt úgy kell képzelni, hogy te is olyan nem mész szívesen, ugye nem, lehet, hogy tudod azt az ember, hogy rossz indult, nem mész szívesen. Itt nem tudatos, csak érzékeled, mert mindenki érzékeli a jót is, a rosszat is, csak vagy figyel rá, vagy nem. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem, és köszönöm szépen. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! Műsorunkat Iszett mágus boszorkány főpapnő, az ősi egyiptomi mágia papnője támogatta. www.iszett.hu A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.